A környezettudatos életvitel népszerűsítésében is nagy szerepet játszik, hogy Békés Csabán hamarosan közel 15 ezer háztartáshoz érnek el az úgynevezett sárga kukák, tehát a szelektív hulladékgyűjtő edények. Szarvas Péter polgármester bízik benne, hogy ezt a nagyon fontos üzenetet elfogadja a lakosság, és mindenki hozzátesz ezzel egy keveset ahhoz, hogy óvjuk környezetünket. Most Békés Csabán egy átmeneti időszak után elindul a sárga kukák, a szelektív hulladékgyűjtésre alkalmas kukák kiosztása. Mai nap Mezőmegyeren kezdték el az önkormányzat munkatársai és a DAREH munkatársai a sárga kukák kiosztását. A sárga színű kukákat október közepe és november vége között viszik házhoz Békés Csabán a családi házas területeken. Kérjük a lakosságot, hogy ezeket a sárga kukákat a rajta feltüntetett hulladékfajtákkal töltsék meg. Ez a műanyag, papír és fém. Szeretnénk, hogyha az üveghulladékot nem ezekbe a szelektív edényekbe, hanem szigetszerűen elhelyezett szelektív konténerekbe hordanák a továbbra is. Ennek az oka, hogy az üveghulladék feldolgozása egy másik technológia szerint történik, ezért nem tanácsos összekeverni a többi hulladékfajtával, melyeket engedélyezett belehelyezni a sárga kukákba. A 240 literes edények kiosztásáról minden Békés Csabai lakost írásban tájékoztatnak. Az ingyenes kiszállítás folyamata körülbelül 1-2 hónapig zajlik majd.